Zajlanak a felújítási munkálatok a fedett uszodában, melynek medencéje korszerűbb és mélyebb lesz. Vízszintje 60 cm-rel nő, így a legmélyebb pontja 240 cm lesz. Kicserélik a 31 éves medencifóliát is, és teljesen megújul a mennyezet is. Új konstrukciót és borítást kap. Korszerűsödik a talajfűtés, és eltávolítják a régi vascsöveket, melyeket műanyagcsövek váltanak fel. És a tervek szerint a medence víztisztító rendszere is megújul. A régieket új szűrők váltják fel. Napokon belül ismét megnyitja kapuit a városunkbeli 7 alapiskola, melyek padjaiban összesen körülbelül 2680 tanuló ül be a következő tanévben. Közülük 328-an lesznek első évfolyamosok, 213-an magyar, 115-en pedig szlovák oktatási nyelvű intézményben kezdik meg iskolás éveiket. Az óvodákban pedig csaknem 900 gyermek engedi el reggelente szülei kezét. Pontos adatok azonban csak szeptember 15-ét követően állnak majd rendelkezésre. A város három helyszínén nyíltak úgynevezett bébipontok, vagyis olyan helyiségek, ahol az anyukák tisztába tehetik, átöltöztethetik és megetethetik gyermeküket. A pályázat kiírója az Általános Hitelbank alapítványa volt. A három helyszínen a Családi Montessori Központ székhelyőri szolgáló Határőr utcai alapiskolában, a Szinnyei József könyvtár Nádor utcai épületében és a Matica Szlovenská székházában etetőasztalok, pelenkázók és tisztasági, higiéniai eszközök várják a kisgyermekes szülőket. Okay.